mi királyunkat és Istenünket, jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket, áldjad én lelkem az Urat, Uram Istenem, fölötte fölséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél, világossággal, mint köntössel körül vagy öltve, kiterjesztél az eget, mint sátorködelet, kibefödött vizekkel annak felső részei, ki a felhőt szekereddé teszed, ki a szelek szárnyai jársz, ki angyalaidat szélvészé teszed, és szolgáidat égető tűzé, ki a földet állandóságra alapítottad, hogy nem fog ingadozni örökkön örökké, a vízmélység öltözett gyanánt vötte azt, a hegyeken vizek állotta, a te feddésed elől elfutotta, mennydörgésed szavától megijedtek, a hegyek fölemelkedtek, a völgyek alá szállotta, azon helyre, melyet nekik alapítottál, határt vontál, melyet nem fognak átlépni, s nem térnek vissza a földet elborítani, ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, a hegyek között folynak a vizek, iszik azokból minden mezei van, azok után lihegnek szomjúságukban a vadszamara, azok mellett lakoznak az égi madara, a kősziklák közül szózatot adnak, ki megöntözöd a hegyeket onnan felől, a te műveink gyümölcséből megelégítetik a föld, és szénát teremtesz a barmoknak, és veteményt az emberek szolgálatára, hogy kegyelet termeszt a földből, és bor virágítsa fel az ember szívét, hogy olajjal derítse fel orcáját, és a kenyér erősítse meg az ember szívét. Jól laknak a mezőfáj és a libanon cédrusai, melyeket ültetett, ott fészkelnek a madarak, a gólyaháza fő azok között, a magas hegy a szarvasok, a kőszikla a sündisznók menedéke, a holdat időmértékül teremték, a nap tudja lenyugvását, sötétséget parancsolsz és évad, mely alatt mind kimennek az erdei vadak, az oroszlán orvító kölykei, hogy ragadozzanak és az Istentől maguknak eldelt keressenek, fölkel a nap és összegyűlnek, és hajlékaikba helyezkednek, kimegy az ember munkájára, és dolgálnak estig, mennyien fölségesek a te műveid, Uram, mindeneken bölcsességgel cselekedtél, mi a földetre tölti, mint a te jó szárod. Ez a nagy és sárga söprű tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, a kicsi nyálatok a nagyokkal, ott járnak a hajók, a cethal, melyet alkottál, hogy játszék abban, mindnyájan tőled várjál, hogy eledel vagy nekik idejében, te adván nekik gyűjtenek, fölnyitván kezedet mindent betelik jóval, de ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha elveszed lélegzetüket, elfogynak és a porba visszatérnek, belég bocsátvál leheletedet fölélednek, és megújítod a föld színét, legyen az Úr a dicsőség mindörökké, az Úr örülni fog alkotmányaival, ki letekint a földre és megrendíti azt, ki a hegyeket megérinti és füstölögnek, énekelni fogok az Úrnak életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek, legyen kellemes neki az én beszédem, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, fogjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek, áldjad én lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Végességben könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazz. A mennyei végért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz, Úrhoz.
papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjék az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! Szeretett magyar hazánkért, országunk vezetőért és népünkért könyörögjék az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjék az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Úrnak hírhajmaz! Oltalmazz, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Önmagunkkal egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Hozzád emeltem szemet ki a mennyekben laksz,
Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, mint a szolgáló szeme úrnője kezére. Úgy néznek szemeink, ami urunkra Istenünkre, még meg nem könyörül rajtunk. Irgalmazd nekünk, urunk, irgalmazd nekünk, mert igen elteltünk gyalázattal, mert igen telve a lelkünk, gyalázat a gazdagunknak, és megvetés a kevélyeknek. Ha az Úr nem lett volna közöttünk, mondja csak meg Izrael, ha az Úr nem lett volna közöttünk, amikor ránk támadtak az emberek, elevenen elnyeltek volna minket, amikor fölgerjedt haragjuk ellenünk, talán árvíz nyert volna el bennünket, zajló patakokon kelt volna át a lelkünk, bizony feneketlen vizen ment volna át a lelkünk. Áldott az Úr, aki nem adott át minket fogaiknak martalékul, lelkünk kiszabadult, mint a madár a vadászok csapdájából. A csapda széttört, és mi megszabadultunk, ami segítségünk az Úr nevében, aki a mennyet és a földet alkotta. Kívánsága betellik velük, nem éri szégyen őket fájdenségeikkel,
elbeszélnek a kapuknál. Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, akik az ő útjain járnak. Fáradozásod gyümölcsét teszed, boldog vagy és jó lesz a sorod. Feleséged, mint a termékeny szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfa csemetéi asztalod körül. Íme így áldozik meg az ember, ki az Urat félik, áldjon meg az Úr téged Sionból, és lássad Jeruzsálem javait életed minden napján, és lásd meg fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen, gyakran harcoltak ellenem ifjúságom óta, vallja meg most Izrael, gyakran harcoltak ellenem ifjúságom óta, mégsem bírtak velem, hátamból deszkát hasítottak a bűnösök, hosszasan halmozták gonoszságukat, de az igazságos Úr eltörte a bűnösök nyakát, szégyenüljenek meg és hátráljanak mindnyájan, akik Sion gyűlölik, legyenek, mint a fű a háztetőn, amely mielőtt kitépnék elszárad, melyel az arató nem tölti meg kezét, sem ölét a kévekötő, és nem mondják az arra járó, az Úr áldása legyen rajtatok, megáldunk titeket az Úr nevében. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Ismét és ismét végességben könyörögjünk az Úrhoz. Úr, amér oltalmaz! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Úr, amér oltalmaz! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb, dicső királyninkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Jókának és ember szerető Isten volt, téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön. Amen. A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, hallgass meg az én szavamat, tület legyen figyelmes az én könyörgésem hangjára, ha a végteket figyelembe veszed, Uram, Uram, kiáltok meg előtted, bizony nálad van a kiengesztelődés, és a te nevedért vártam reálra, várt az én lelkem a te igédre, az én lelkem az Úrban bízik, a hajnali őrállástól éjjelig, a reggeli őrállástól bízzék Izrael az Úrban, mert az Úrnál az irgalmasság, és nála bőséges a megváltás, és ő váltja meg Izraelt minden gonoszságából. Uram, nem kuvalkodott föl a szívem, s nem tekinget bőgösen a szemem, nem iramodtam a nagyok, sem az engem meghaladó csodálatos dolgok felé, hogyha nem alázatosan gondolkodtam volna, hanem fölmagasztaltam volna lelkemet, mint az anyatejtől elválasztott csecsemő anyjánál, úgy jutalmazd lelkemet, bízzon Izrael az Úrban mostantól mindörökké. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és minden szerénységéről, hogy megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob Istenének. Nem megyek be sátoros házamba, s nem lépek föl nyugvóhelyemre, nem engedek álmot a szememnek, sem szempilláimnak szunnyadás, és nyugodalmat halántékoknak, amíg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob Istenének. Íme hallottuk, hogy ott van Efratában,
megtaláltuk az erdők közkéréten, lépjünk be az ő hajlékába, boruljunk le a ma helyen, ahol az ő lábai álltak. Kelj fel, Uram, a tegyük helyedre, te és a te szentséged szekrények, papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek. Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el fölkented arcától, igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg. Ágyékot gyümölcsét ültetett trónodra, ha megőrzik fiaid szövetségemet, és ezeket a bizonyságaimat, melyekre tanítom őket, még fiaik is mindörökké ülnek majd trónodon, mert az Úr Siont választotta, ezt választotta magának lakóhelyül, ez az én nyugvó helyem örökkön-örökké, itt fogok lakni, mert ezt választottam. Zsákmányát megáldom áldásommal, szegényeit jól tartom kenyérrel, papjait üdvösségbe öltöztetem, és szentjei újjamba fognak örvendezni. Ott növelem meg Dávid hatalmát, mécsest készítettem fölkentemnek, ellenségeit szégyenbe öltöztetem, ám ő rajta kivirágzik az én szentségem. Íme mi jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk, olyan, mint műrő a fejem, mely lefolyik a szakára, Áron szakállára, mely lefolyik ruhája szélére, mint a Hermon harmatja, mely leszáll Sion hegyére, mert ott rendelt az Úr áldást, életet mindörökké. Íme most áldjátok az Urat, ti az Úr összes szolgái, kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk háza udvaraiban, emeljétek fölé kezeteket a Szentéhez, és áldjátok az Urat, áldjon meg téged az Úr Sionból, ki a mennyet és a földet alkotta. Figyelemmel veszed, Uram, Uram, kiállhass meg előtted.
de nálad vágyol a kegyelem. Gyönyörűséget az angyalokkal való szent hasonlóságban.
békességet és a nagy hírt a hajma. Mert megerősödött rajtunk az ő hírgalmassága, és az Úr igaz volt a mind örökké megmaradott. Ismeretlenként sanyarus sorsban éltél, ó bölcs, nevedd szüleid kapuja előtt, saját szolgáid úgy győztek veled hosszú időn keresztül. Halálodkor derült ki az igazság csodáid nyomán, a mennyeket végbe vittél. Betegségeket gyógyítva, és tisztátalan lelkeket üzve ki. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Üdvözlégy tisztaságos, ki csodálatos jó hír van. Üdvözlégy paradicsom Isten ültetlen szent fája. Üdvözlégy gonosz démonok elpusztítója. Üdvözlégy két élő hallos, kis csodás szüléseddel lefejezed a sátán. Mindennél szeplőtelenül lett szented, hívd vissza minket elidegenedetteket. Bölcsesség a szívő, igazságot
Lót pedig a környékbeli síkvidéken maradt, és Szodomában tanyázott. A szodomai emberek viszont gonoszak és szertörök nagyon bűnösek voltak Isten színe előtt. Isten pedig így szólt Ábrahamhoz, miután Lót elvált tőle. Emeld föl szemedet, s tekints arról a helyről, ahol most vagy, északra meg térre, keletre és nyugatra, mert ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és nemzetségednek fogom adni örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokja, utódaidat csak azt tudná majd számon tartani, aki meg tudná számlálni a föld porszemeit. Kelj fel és járd be ezt a földet széltében és hosszában, mert neked is utódodnak adom azt örökre. Ábrám tehát felszedte a sátrát, s tovább költözve Mamre tölgyesénél telepedett le, amely Hebronban van. És ott oltárt épített az Úrnak. Szereti az Úr Sion kapuit, Jákob minden hajlékánál jobban. Jákob minden hajlékánál jobban. A szentügyeken vetetted meg alapjait. Szereti az Úr Sion kapuit, Jákob minden hajlékánál jobban. Jákob minden hajlékánál jobban. Parancsolj, Uram! Őket félig a szívük. Krisztus világossága mindenkinek világoskodik. Jelzod a szívek könyvének olvasása. Igyelezzünk. Az Úr parancsolat az élet forrása, amely segít elkerülni a halálos keresztét. A király dicsősége azt a népe számos, ha pedig elfogy a nép, ez hatalmas számára az összeomlás. A türelmes embernek nagy a bölcsessége, aki pedig türelmetlen az igen bajgának bizonyul. A szemét lelkű ember a szívének is hívséget szerez, a szenvedélyes lelkület viszont olyan, mint a csonszú. Aki elnyomja a szegényt, az teremtőjét gyalázza, aki pedig a teremtőjét tiszteli, az megszánja a rászorulót is. Az istentelen ember a saját gonoszságába bukik bele, aki azonban tisztes életmódban bízik az igaz. A jó szívű emberben bölcsesség lakodik, az esztelen szívében viszont ilyesmi nem található. Az elény magasra emeli a nemzetet, a bűnök pedig leutasítják a népet. Az Úr szól a kedves a királynál, és ügyességével elkerüli a megvetés. Haragos indulat még a bölcseket is pusztulásba dönt, a szelíd felelet viszont megtörli a haragot. Sértő szó csak indulatot gerjeszt, a bölcsek nyelve ékessé teszi a tudományt, a bolgák szája pedig dőreséget fakaszt. Az Úrnak mindenütt jelen van a tekintete, s a rosszakat és jókat egyaránt meglátja. A nyelv épsége az élet fája, s aki azt meg tudja őrizni, az élvezni fogja a gyümölcsét is. Thank you.
Ne a külsőség miatt tegyétek. Nehogy más emberek titeket emiatt megcsodáljanak, hanem titokban, csöndben. Úgy látja azt a mennyei Atya, és azért majd megkapjátok jutalmat. Nem a külsőség a számára döntő, hanem ez a belső lelkület. Így ezt a bőti időt, ezt a hosszú időt eltölteni. Egy külső vonása természetesen a böjtölés, vagy lemondok teljesen az étkezésről napközben, vagy pedig bizonyos dolgokról lemondok. És az eredeti fölfogás, a böjtölés eredeti fölfogása volt, mindaz, amiről én lemondok, amit én megspórolok a szájamon, amit nem adom ki a pénzt, drága eledelekért, amit én megspórolok, azt nem teszem a saját zsebembe, hanem azonnal tovább juttatom másoknak, rászorulóknak, szegényeknek, halamisnakint, és így lesz teljes ez a bőti gondolat, másokra gondolni, azáltal, hogy én áldozatot hozok. A felebarátú szeretet magas, kimagasló pontja ez. A böjtölés, az ételőről a lemondás egy külső jel. De a belső lelkület a döntő. Érdekes, egész nyugaton hallottam most az egyik püspök előadását, amely meg kifejtette, sajnos a böjtölés egy gyerekes dolog lett nyugaton. Tönkre ment, de nem a hitetlenség miatt, hanem a jólét miatt. Jólétet értünk el, és ezt kölcsösen meg akarjuk tartani, és egy nagyfokú egoizmus, az, ami minket kitüntet, már nem a másikra gondolunk, csak magunkra. Pedig ez az áldozathozatal a nagybőjben fontos pont másokra gondolni, a fele barátomra, és mind addig, amíg szegénység és nyomor van a világon, addig nincs senkinek alapvető joga a gazdagságra, a jólétre. A nagybőjt 5 vasárnappal kezdődött. A nagybőjt előtti 5 vasárnap, ez az előkészületi idő. És az első 3 vasárnap
ezt a programot adta számunkra is, hogy majd a nagybőjben ezekről elmélkedjünk, és ezeket valósítsuk meg. Zakeus vasárnapja, Vámos és Farizeus vasárnapja, és a tékozó fiú vasárnapja. Nagyon fontos üzenettel rendelkeznek ezek a vasárnapok számunkra. A gazdag Zakeus megtér, mert Jézus őt megszólítja, betér hozzá, és az gazdag Zakeus fölhagy halálcsoló életével, tolvaj életével, és megtanul osztani, másokra gondolni. Ő megtartotta hivatását, de egy alapvető változás történt az életében. Ahogy a farizeus imádkozik külsőségekért, az az, amit Jézus mond, ő nem ment megigazultan haza. De Vámos, azzal az alázattal, ahogy ő imádkozik, belátja bűnösségét, és Jézust kéri, Vámos, mint Zakeus, ez a másik Vámos, aki szintén Isten bocsánatért kér. Ő megigazultan megy haza, mert ő az alázattal belátja, aki rosszat tett, hogy ő nem méltó Isten előtt állni. És az az ima, amit ma is mond, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam nyomorult, a Jézus ima, ami ima életünket meggazdagítja. És a bűnbocsánat. A kiengesztelődés, az Istennel való kiengesztelődés is fontos, a harmadik vasárnap üzenet, a tékozló fiú üzenete. Holott az elnevezés téves, nem a tékozló fiú áll a középpontban, hanem az irgalmas atya. Ez az egoizmus, ami szintén föllép a fiúnál, add nekem az örökségi részemet, én akarom, add nekem. Én akarok azzal rendelkezni, ezzel az előtörténet, az egoizmusa. Az atya nem tartja őt vissza, kifizeti őt, mert a fiú ezzel a szabadsággal rendelkezik. Ezzel a belső szabadsággal, ami Isten legnagyobb ajándéka a számunkra, szabadon dönthetünk a jó vagy a rossz mellett. És a fiú elmegy. Nem tartja ő vissza az atyát. Ezzel a szabadsággal azért visszaélt a fiú. Mindenki kifestheti magának, hogy nézett ki az a bűnös élet, amit a fiú elkövetett. Egy rövid idő alatt minden vagyonát eltékozolta, és amikor már földön fetrengett kínjában, mindenét elvesztette, eltékozolta, akkor lesz magának is ideje, leül, és magába fordul. Milyen rosszul megy neki? Mi érdem az életének? Miből él? Egzisztenciális nyomorban van. És saját magára legalábbis belátja, mi mindent elkövetett. És sokan hasonlóan történik ez velünk. Saját magunknak be is tudjuk látni, hogy rosszat tettünk, téveset tettünk, visszaérünk szabadságunkkal, és a felelősséget már nem tudjuk vállalni ezért. És Lukács egy rövid kis mondattal a közt a legfontosabb dolgot így ábrázolja, aztán fölkelt és atyához ment. A fiú belátta, hogy csak azt, hogy saját magának bevallja, mi mindent rosszat tett, az még kevés. Össze kell szedni a bátorságát, fölkelni, fölállni és az atyához menni, jónni. A jónásnak a mintaképe ez a csodálatos történet. És föl kell, és útra kell, megy az atyához, és akkor történik, amivel soha nem számíthatott, az atya már messziről látja őt. Hányszor és hányszor kinézett az atya, jön esetleg a fia vissza? Talán hetekig, hónapokig, minden nap kitekintett. És most ez így történt. A fiú megtér, és az atya fut eléje, megöleli, megcsókolja. A fiú még nem mondott egy szót sem. Még nem gyónt, és aztán
ez a váratlan üdvözlés után csak kimeri mondani. Védkeztem ellened és az ég ellen. És az atya nem válaszol neki. A szolgáihoz fordul, és megparancsolja. Fiúi rangjába vegyétek őt vissza. Ruhát, gyűrűt és szandált adjatok neki. És hatalmas ünnepet készítsetek elő. Mert a fiam halott volt, de föltámadt. Elveszett, de újra megtalálta őt. Halott volt, de újra él. Ez az, amit Krisztus akar számunkra is. Isten igéje, Krisztus, nekünk adod ezt a bőjt időt, hogy megtérjünk és éljünk. A következő szerdán lesz krétai Szent András bűnbánati kármánya. Azt hiszem, hogy ez a szerda saját segíthet nekünk, hogy saját magunkba térjünk és lássuk azt. Nem a mi bűneink a legfontosabbak, hanem az Atya, aki megtérésünket látja, és irgalmasságában mindent megbocsát, és örömét fejezi ki. Csak oda kell mennünk hozzá, és meg kell térnünk, akkor már minden más az Atya feladat. És a második üzenet ennek a csodálatos napnak az Isten szülő szűz, Mária, aki ide jött hozzánk, és velünk együtt ünnepel most. 1996. november 3-án volt egy több ezres csoport Bécsben. Az első Mária kép, Mária Kócsi kép 300 éves évfordulójának ünnepén. Én is ott voltam a Stefánszlóban ezen a csodálatos ünnepen, és aznap délelőtt 10-kor a görögkatolikus templomban szenteltek fel akkor diákonossá. Az első kép nagyon összeköt engem, az első csoda és az első Mária kép összeköt engem vele. És két év, másfél éve, 2013. november 9-én szintén a Stefánszlóban voltam. Szintén egy hatalmas magyar zarándok csoport volt a templomban, a Mária kép, kint volt az oltáron, és az püspöki liturgia után az én örömöm volt a Mária képe visszavinni a helyére. Mária, valahogy ez egy csodálatos érzés volt, ezt a csoda képet vinni, hordozni, az embereknek mutatni, és most újra 300 éves évfordulót ünneplünk a másolattal. Újra ezt a csodát ünnepeljük, mint Mária, mert Máriával történt. És ez nem csak egy évforduló, hanem hitéletünknek egy erősítése. Talán Máriához való kapcsolatunkat egy kicsit el tudjuk mélyíteni. Mária három fontos dolgot akar üzenni nekünk. Ahogy a teológus nő röviden összefoglalta, elképzellek Mária, amikor fiatal voltál, életerős és kérdésekkel teli, amikor más lányokkal és asszonyokkal nevettél a kútnál, álmaidat és kívánságaidat elmesélted, aztán József jegyese lettél, hogy boldog voltál, azt nem tudjuk. De te biztosan kifestetted életedet, jövődet, az esküvőt, a zsúly Józseppel való egyéválást, a gyerekeket, a munkádat, a szomszédokat, az ünnepeket, mindent a Jáhvéba, az Istenbe vetett hitben alapítva. És aztán ő bekopogott hirtelen nála. Te beengedted őt, és ezzel minden megváltozott. Elképzelem, Mária, hogy sokszor szörnyű volt az igenet után, hogy te azt legszívesebben visszavontad volna, később is, amikor már senki sem tapsolt az előítéleteknek, akkor is, amikor Jézus felnőtt, hogy te kitartottál, Mária, csodálod. És ha én téged magam előtt látlak, Mária, mint az az ember, akinek az igényét állandóan tele teherrel megújítania kell,
akkor sokat mondasz nekem. Üdvözöllek, Mária, de názáreti leány, és fiadat Jézust. Üdvözöllek téged, Isten anya. Igen, sokat mond nekem Mária, ez a názáreti lány, az igennyével, március 25-én ünnepeljük ezt az igent, amit ő Isten akaratára mondott, és ezért ő előképen, az Istenbe vetett bizalom miatt. Ha ő csak emberi felfogás, csak emberi számítás szerint gondolkodott volna, nem megmondott volna. Ő terhes lesz, egy gyereket vár, nem a jegyesétől, akkor a megkövezés a jogos és az emberileg elképzelhető következménye. De ő bízott abban a szóban, amit Isten neki mondott, ez az Istenbe vetett bizalom egy hatalmas előkép számomra. Talán túl kevéssé bízunk Istenben, talán többször kellene Máriára néznünk. Isten kiáll az a szava mellett, amit nekünk közvet. Aztán Mária öröksége egy második pont számomra. Az utolsó mondat, amit Mária mond az evangéliumban, azt cselekedte ő is. Amit Isten neki mondott, azt tette. És Mária utolsó mondat az evangéliumban így hangzik. Amit ő nektek mond, azt cselekedjék. És a harmadik gondolat, Mária nem szól egy szót sem. Csak áll a kereszt alatt, sír, őrjönk, imádkozik, és ájultan, tehetetlenül nézi fia halálát. Sokszor tehetetlenek vagyunk, ájultak, sokszor el kell viselnünk a keresztet, a kereszt alatt létet. De Jézus mondja, aki engem követni akar, az vegye föl magára keresztjét, és úgy kövessen engem. Mária áll a kereszt alatt ezzel az üzenettel. Majdnem minden pillanatnak megvan a saját keresztje. Lelki vagy testi fájdalmak, elenyésző, kicsi, nagyobb vagy óriási keresztje kíséri állandóan életünket. Ezeket a kereszteket magunkra kell vennünk. Nincs kereszténység kereszt nélkül. Ezeket a kereszteket magunkra kell vennünk, és nem kikerülni őket úgy, hogy egy kötetlen életbe menekülünk. És a harmadik üzenet a mai napnak, Mária Pócs. Most nem mi zarándokulunk Mária Pócsra, hanem Mária hozzánk. De a zarándokudat, akármelyik életkorban tettük, nem tudjuk elfelejteni. Én sem tudom soha elfelejteni. Alig vártam kisgyerekig, hogy legalább 6 éves legyek, amikor én is elmehetek Mária Pócsra. Augusztus 15-én vagy szeptember 8-án volt a hatalmas búcsó, 100 000 voltak. Az egy elképzelhetetlen idő volt. Egész szombaton, egész vasárnap ott lenni ezen a kegyhelyen, a családdal, 6 éves koromban ott voltam. Én, mint gyerek, hát éltem biztos egészen másképpen ezt a zarándokutat, de boldog voltam és büszke. Aztán valamikor szombaton az ebéd után kicsit unatkoztam. Kerestem édesanyámat, és nem találtam. Valahogy megtudtam, hogy biztos, hogy elmentem. Elmentem Pócson a templomba, és ott az egyik sarokban, a kegykép előtt, más-másszívek megláttam őt. Más asszonyokkal ott térdelt, kezét az arca elé tette, és mélyen imádkozott. Messziről figyeltem, néztem, fél órán át, és én tudtam, most nem szabad őt zavarni, meg sem szólítatom őt. Nem csak ő, többiek is voltak ott. Egy fél órán át mozdulatlanul, de könnyekkel a szemében, egy élet Máriával, mindent elmesélt neki az utolsó év, minden egyes panaszát, a házassággal, a gyerekekkel, az anyagi gondokat, az egészségügyi gondokat, mindent ebben a fél órában sűrítve elmondott.
de nem csak panaszkodott, hanem erőt is merített a következő évre. Ez a fél óra, amit én állva néztem, és átértem, hogy hogy tud valaki így mélyen egyé lenni Máriával, imádkozni, hogy lehet erőt meríteni, ez az egész életemre számottevő volt, és meghatározta életemet, Máriához való kapcsolatomat. És így kívánom önöket mindannyiuknak, hogy ez a mai nap itt a Mária képpel számunkra is ezt az üzenetet hozza. Igent mondani Isten akaratára, akkor is, hogyha emberi számítás szerint, ja, egoizmusunk tönkre megy, mert áldozatot kell hozni. Mária, mint Mária, ugyanúgy mi is kövessük Isten akaratát, amit ő mond nekünk, amit Jézus mond nekünk, azt cselekedjük. És a nagybőjben, az áldozatok révén megtanulunk Máriával a kereszt alatt lenni, áldozatot Istennek hozni, belsőleg megújulni, Istenhez való kapcsolatunkat újra átélni, újra értékelni. Azt hiszem, Mária most itt van, meghallgatja a mi imánkat, panaszainkat, de minket is most megerősít a következő időre, míg újra hozzátalálunk. Isten áldását kérem, a következő időre, ebben a szent nagybőj időben, és hogy Mária is írja törekvésünket, fejlődünket. Be good.
hirdetik az igazság evangéliumát. Egyesítse őket szent katolikus és apostoli egyházával. Békességben könyörögjék az Úrhoz. Úrhoz.
az Úrhoz. Úr, a bemutatott is erőre megszentel drága ajándékokért könyörögjék az Úrhoz. Úr, hallgass! Úr, ami kegyelmes Istenünk kedves lelki laggyanánt elfogadván azokat, szent mennye és szellemi oltárára. Küldj el nekünk isteni malasztját, s a szent élek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Úrra, hírgalmaz! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Úrra, hírgalmaz! Oltalmazz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Úrra, hírgalmaz! Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentővékességben is vétek nélkül töltsük el, yeah.
Yeah.
két helyen lesz áldoztatás, püspök, hogyha itt áldoztat, ügyetje pedig majd annál az ajtónál kívül, jó? Tehát akik a karzatban vannak, azt kérdezik, hogy kívül jöjjön, majd áldozik. Köszönöm szépen, Jézus Krisztus áldott lelke, amely segített.
láthatatlan mennyei elevenítés félelmetes titkaiban. Méltóan adjunk hálát az Úrnak. Békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Amen.
szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Maria.